Az 1994 óta működő pécsi német önkormányzat célja, hogy a városban élő németséget összefogja, valamint hogy minél többen felfedezzék német gyökereiket és a sváb hagyományokat ápolják. A Nemzetiségek napján a pécsi német önkormányzat is bemutatkozott. A Liszt Ferenc Zeneiskola és a Belvárosi Általános Iskola közös ifjúsági fúvós zenekara adott koncertet, de hagyományos sváb édes és sós tésztákkal is készültek a Nemzetiségek napjára. Minimum évente egyszer szeretném megmutatni azt, hogy milyen kultúránk van a többiek előtt is, többi nemzetiség előtt is, illetve a város nagy közönség előtt is. Vannak más rendezvényeink, ahol egyedül szoktunk részt venni, de ez nagyon fontos számunkra, hogy a többiek együtt is tudjunk működni. A mai napon a Belvárosi Iskola zenekara, illetve néhány kis zenésze lépett fel a színpadon. Étel szempontjából pedig egy sváb étellel, egy sufnudlival készültünk, ez egy ilyen kicsit sósabb étel, illetve Pécs testvérvárosából, Felbachból érkezett egy recept, Cvecskin Dácsi, ez pedig egy ilyen szilvás lepény, amit a nagy közösségnek próbáltunk felajánlani, de nagyon hamar elfogyott minden, úgyhogy most van nincs semmi belőle. Szopján ifjúsági zenekar 1995-ben alakult, a Liszt Ferenc Zeneiskola és a Belvárosi Általános Iskola közös együttese. A zenei képzést a zeneiskola tanárai végzik, illetőleg hát én vezetem az együttest. A termet, a helyiséget pedig a Belvárosi Iskola biztosítja számunkra. Félig sváb vagyok, és nagyon sokat játszottuk régen is, más eseményeken is ezeket a darabokat, mindig közel állt hozzám, szóval most is öröm volt játszani. Én, ha jól tudom, 6 éve itt játszok a zenekarban, és igazából a tanár úr mondta, hogy már jöhetnék, és én szívesen elfogadtam, mert eleve már hallottam előtt a fellépéseken, és szerettem játszani. Egyelőre úgy néz ki, hogy hobbi szinten marad, de mindenképp folytatom, szóval ameddig lehet, én szeretnék trombitálni, nagyon szeretem. Német nyelv az nekem nagyon fontos, tolmács szeretnék majd lenni német nyelvvel. A családban nagyon így nem németezünk, inkább az angol, ami így fontosabb. Ez lesz a második évem a zenekarban. Klarinétozom, meg 6 éve klarinétozom, szóval így egyértelmű volt, hogy zenekar az így lesz. Megmarad inkább hobbinak, mert a német az szerintem fontosabb nekem így, mint a zene. Amiről most tudunk, az legközelebb egy januári hangverseny, a Magyar Kultúra Napja. Aztán tavasszal, illetőleg a zenéskolának októberben lesz a 70 éves jubileuma, ott fogunk a Kodály Központban játszani. Tehát most október 20-án fogunk legközelebb játszani. A Nemzetiségek napján ételkülönlegességekkel, zenével, tánccal és a különböző népcsoportok hagyományaival, népviseletével és kultúrájával ismerkedhettek meg a kilátogatók.